Kreatív játékok, lovaglás, íjászat, nagy koncertek. Színes programkavalkád várta a Gyarmati Vigasságok látogatóit. A kétnapos eseményt 21. alkalommal rendezték meg a Szatmári településen. Már a kezdetektől a honfoglaláskori kultúra és a hagyományőrzés volt a középpontban. Ez ma is a program kínálat része, mára azonban szélesebb közönséget szólít meg a rendezvénysorozat. Azért nagyon fontos ez a rendezvény számunkra, mert ilyenkor összehozza a közösségeket, és nekünk az az elsődleges célunk, hogy a közösségeket ápoljuk, erősítsük, és olyan értelmes kulturális programokat adjunk az itt élőknek, amelyet ha igénybe akarnának venni, akkor nagyvárosokba kellene utazniuk. Én azt gondolom, hogy olyan szuperprodukciókat hoztunk le az idén is, amelyeket itt a környéken eddig még nem lehetett hallani. A Gyarmati Vigasságok megnyitóján átadták a városi kitüntetéseket. Pro Urbe díjat Takács Zsolt rendőrezredes rendőrségi főtanácsos vehetett át, aki 2007-től 2024 nyaráig a Fehérgyarmati rendőrkapitányság vezetője volt. Tényleg úgy gondolom, hogy ezt a 17 évet, vagy hogy leszük, akkor majdnem 25-öt a kapitányság vezető helyettesi beosztásom betöltésével együtt méltóképpen elismerték, és tényleg hát nem csak azok a tárgyak, amiket kaptam, hanem maga ez a gesztus egyébként, ami megnyilvánult ebben. Kiemelkedő munkáért elismerést Károly Zoltánné fodrászmester és Bakosné Balog Andrea pedagógus vehettek át. Nagyon szépen köszönöm az elismerést, és elsősorban szeretném megköszönni ezt Iszák Tibor főigazgató úrnak, aki felterjesztett, és az egész nevelőtestület, tantestület mögé állt ebben a felterjesztésben. Nagyon-nagyon boldog vagyok, kimondhatatlanul, hogy tulajdonképpen a városért tett, a diákságért tett munkámnak egy kicsit egy elismerés, egy kicsit beérett a gyümölcse. A kétnapos Gyarmati Vigasságokat mindig kiszámítható időpontban, augusztus 20-ához legközelebb eső szombaton és vasárnap tartják. Az állandó meghívottak a Gyarmat utónévvel rendelkező hazai és határon túli települések, akik múltjukkal és jelenükkel ismertetik meg a közönséget. A helyszín pedig a város központjában található park. Az állandó hagyományőrző rendezvények mellett idén többek között Korda György és Balázs Klári, a Well Hello, a Válmár és Jude Law szórakoztatta a látogatókat.